Kossuth téri üresedés, megkezdték a Körös Hotel bontását. Népkonyha program Battonyán, naponta 400 rászoruló jut meleg ételhez. A vállás utáni éveket mutatják be, november 9-én debütál a Váratlan találkozások. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A több mint negyed évszázada gazdátlan Körös Hotel a megyeszékhely egyik leginkább hányattatott sorsú épülete. Elbontásáról még 2020. júliusában született megállapodás, a munkálatok azonban csak a napokban kezdődhettek meg. Így indult meg a Körös Hotel bontása november 2-án kedden. Békés Csaba egyik ikonikus épületének sorsa sokáig kérdéses volt. Az elmúlt 20 évben számos terv született a szálloda rendbehozatalára. Herceg Tamás országgyűlési képviselő nemrég erről is beszélt a 7.tv aktuális című műsorában. A Körös szálló 26 éve gyakorlatilag gazdátlan, nincs vállalkozó, nincs építész, aki azt mondaná, hogy ezzel az ingatlannal, ezzel az épülettel fejlesztés szempontjából bármit is lehet kezdeni. El lesz tehát bontva, az állam átadja az önkormányzatnak ezt az 1997 négyzetméternyi területet, ami a Körös szálló föld területe. A szálloda 51 évvel ezelőtt épült és 25 éven át szolgálta a város turizmusát. A hotelben nem csak a megyéből, de az ország minden pontjáról érkező látogatókat vendégül láttak, sőt az országhatáron túlról is érkeztek szálló vendégek. A bontás a kormány által biztosított 191,2 millió forintból indulhatott el. A munkálatok során kiemelt szempont a járókelők és a környéken lakók biztonsága. Így a fémvázas szerkezetű épület statikailag kritikus részeinél kézibontással haladnak majd tovább. Sokáig kérdéses volt, mi is lesz a sorsa, nemrégiben megszületett a megállapodás a Körös Hotel elbontásával kapcsolatban. A kivitelező már meg is kezdte a munkálatokat, amelyek várhatóan ez év végéig be is fejeződnek, de legkésőbb a jövő év elejéig. Az még további megbeszélés tárgyát képezi, hogy mi is lesz majd az elbontott épület helyén. A 7.tv híradóját Dénagy Bence tudósította. Ezentúl 400 rászoruló kap minden nap meleg ételt Battonyán. A Népkonyha Szolgáltatás Battonyán című program a kormány, a Magyar Pünkösdi Egyház és a város önkormányzatának összefogásával indult november 1-én. Több tucat rászoruló érkezett a Battonyai Napközi Otthon konyhájához hétfőn, hogy átvegye a meleg étel adományát. A kezdeményezés első étele a babgulyás volt. Mindenképpen örülünk, városi vezetői szinten is, illetve a lakosok is nagyon örülnek annak, hogy végre van egy olyan kezdeményezés, amiből ők is úgymond profitálhatnak, persze ingyen. A rászorulók minden nap egy adag meleg ebédet kapnak, ami annyi kalóriatartalommal rendelkezik, amennyit a szociális törvény előír. Az akció a kormány, a Magyar Pünkösdi Egyház és a város önkormányzatának összefogásával jött létre, a finanszírozás jelentős része pedig az államon keresztül történik. Batonya városában 400 fővel tudott elindulni ez a népkonyha kezdeményezés. Megvan a lehetőség egyébként, hogy ez bővüljön. Maga a konyha teljesítménye az 600 főre elegendő, az együttműködési szerződés pedig 1500 főre szólt. A program amellett, hogy a rászorulókon segít, további két embernek biztosít munkalehetőséget. Az ételt kizárólag a rászoruló veheti át. Hamarosan elindul a házhoz szállítás is, amely segítséget jelent azoknak, akik nehezen hagyják el otthonukat. Ismét ülésezik a Békés Csabai képviselőtestület. Bár a közgyűléseket rendszerint a hónap utolsó csütörtökén tartják, ezúttal az októberi és a novemberi ülést összevonva tartják meg. A témák közt túlnyomó többségben a vagyoni ügyek és a pályázatok lesznek, de a városüzemeltetést és az oktatást érintő kérdések is előkerülnek. Ezen a napon lesz közmeghallgatás is, amelyen a békés csabaiak elmondhatják véleményüket, észrevételeiket vagy panaszaikat a grémium előtt. Az ülés csütörtökön 9 órától kezdődik, amelyet a 7.tv élőben közvetít, a behír.hu-n pedig folyamatosan frissülő, írásos tudósításban számolunk be a legfrissebb fejleményekről.
Két év után újra elindult az oktatás a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szarvasi képzőhelyén, jelentette be szerdán az intézmény rektora. Dr. Gyurica Csaba elmondta, hogy a hagyományos mezőgazdasági mérnöki képzésen összesen 24 diák kezdhette meg a tanévet szarvason, míg a különböző szakirányú továbbképzések több mint 50 fővel indultak el. Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a környék gazdaságának fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú az egyetem jelenléte. Babák Mihály szarvas polgármestere kiemelte, hogy a helyi felsőoktatás működése az utánpótlás biztosításának egyik legfontosabb feltétele. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szarvasi kampuszának oktatási-kutatási infrastruktúráját 2022 végéig több mint 1 milliárd forintból fejlesztik majd. Egyszerre támad a koronavírus és az influenza, ezért idén is ingyenesen fel lehet venni az influenza elleni védőoltásokat. A kormány erre a célra ezúttal is 1,3 millió adagot biztosít. Egyre többen döntenek úgy, hogy kérik az influenza elleni védőoltásokat az őszi járványidőszakban. Mi a sima influenza elleni védőoltást minden évben beadatjuk, magunknak is, gyerekeknek is, amióta megszülettek. Ugye azt ajánlották, hogy azt minden évben, hogyha beadatjuk, akkor sokkal könnyebb lefolyású lesz. Az orvosok az influenza elleni védőoltást minden olyan embernek ajánlják, akik közösségben dolgoznak, idősek vagy krónikus betegségben szenvednek. Nagyon sok évig nem kértem, tavaly kértem, most még nem gondolkoztam rajta. Dr. Ferenci Attila házi orvos hangsúlyozta, az influenzás megbetegedés akár több hétre is ledöntheti az embert a lábáról. Fél év alatt nem adható, fél év fölött már adható. Igaz, hogy fél év és három év között a gyerekorvosok egy 4 komponensűt szoktak alkalmazni. A felnőtteknek 3 komponensű inaktivált kórokozóról van szó, ez fontos megjegyezni, mert nem betegít meg semmiképpen. Tehát az oltástól nem lehet megbetegedni. Hát elhízott cukorbeteg, idős emberek, főleg tüdő- és légzőszervi betegségekben szenvedőknek ajánljuk. Az influenza elleni védőoltást ingyenesen lehet kérni időpontra a házi orvosoktól. A koronavírust és az influenzát egyszerre nem, de egymás után el lehet kapni, emelik ki a szakemberek. Lomtalanítás lesz Békéscsabán november 6-án és 13-án szombaton. A Darekbázis hulladékgazdálkodási non-profit ZRT ezeken a napokon szállítja el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. A szolgáltató kéri, hogy a lakók az adott napokon reggel 6 óráig tegyék ki az elszállítandó dolgokat a lakóház előtti, a hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre. Felhívják a figyelmet arra is, a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a Darek munkatársai kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe. Ideje téli gumira váltani, ugyanis jön a fagyok és a csúszós utak időszaka. Novemberben megnő a gumiszervizek munkája, ugyanis egyre többen készítik fel járműveiket a téli szezonra. A téli gumira váltás nagyon fontos, hiszen ha rossz gumit választunk és nyári abroncsokkal indulunk útnak, egy apró hiba esetén is könnyedén balesetet szenvedhetünk a csúszós aszfalton. A gumiknak a nyári és a téli gumiknak a anyaga teljesen más, tehát a téli gumi az hűvösebb időben jobban tapad, mint a nyári gumi, vagy a nyári gumi bekeményedik, ezért most eljött már az az idő, hogy hajnalokban mínusz van, és itt az ideje, hogy áttérjünk a téli gumira. Tehát, hogyha nyári gumival vágunk neki a csúszós utaknak, a tapadás teljesen más. Tehát érezhetően el kéne menni egy tesztpályára, kipróbálni, és a 50 méterek a különbségek a fékútnál, tehát annyira megnő a nyári gumival, bekeményedik, csúszik, tehát ne is próbálkozunk vele, mert már nem olyan autók vannak, mint ezelőtt 40 éve, hogy 30-40-del mentünk a városba vele, mert többen szinte nem bírtunk. Az az igazság, hogy ha olyan, hogy nem cseréli a gumit, akkor benne van a csúszás veszély, tehát mivel hogy nem tapad úgy az autó, ahogy kellene, itt benne van a baleset veszély, bármi, tehát indulásnál nem tud elindulni, mert kiforognak a kerekek, megállásnál meg hosszabb a fékút. Még sok olyan van, aki nem figyel oda igazán a guminak a korára is és a minőségére, sajnos, mert
Tehát köztudott, hogy ahogy öregszik, a gumi úgy keményedik. És onnantól kezdve a tapadás az nem olyan, mint amilyen egy új guminak. Elvileg 5 évet mondanak a szakemberek, de én azt mondom, hogy 2 év után már az olyan kemény az a gumi, hogy már amit elvárunk tőle a kressz címkéből, ami van a gumira rárakva, hogy tapadás, üzemanyagfagyaslás, meg ilyenek, tehát már nem tudja azt, amit, mint egy új gumi. Tehát aki sokat jár és biztonságosan szeretne közlekedni, az ha teheti, akkor 2 évente minimum cserélje le a gumikat. Sajnos nem tehetjük, mert anyagilag nem fér bele sok embernek a pénztárcájába, hogy lecserélje. Hál' Istennek most úgy néz ki, hogy nem nagyon veszik már a használtat, mert megveszik az olcsó kínai gumikat, amire azt mondom, hogy még mindig jobb, mint hogyha használtat venne, és ezáltal nem sok árkülönbség van köztük, tehát aki olyan, akkor inkább a biztonságra megy, és akkor vesz egy új gumit, egy olcsó új gumit, ami mindig jobb, mint egy használt, akármilyen legyen az. Szerdán délelőtt tartották a Békés Csabai Jókai Színház stúdió színpadján a Váratlan Találkozások című darab sajtónyilvános próbáját. A szerelmes kamaradarab Katkó Ferenc rendezésében november 9-én debütál a teátrumban. Minek csináljuk ezt? Mert helyén van. Persze. Bernard Slate kanadai drámaíró műve egy hajdani házaspár, a drámaíró Michael és felesége Amy 10 évét mutatja be. A két fél már külön él, de gyermekeik révén és más események alkalmával össze-össze találkoznak, ismét felszínre kerülnek a régi örömök, sérelmek és történetek. Csak 15 évnyi házasság után elválik a feleségétől, és beleveti magát az életbe, és végülis 10 évet ölel föl ez a darab. 10 évig vannak külön. Talán az utolsó előtti jelenetben mondjuk el egymásnak, hogy ki miért is volt olyan abban a 15 éves házasságban, egy csomó titokra derül fény. A darab rendezője elmondta, hogy a díszlet visszafogott lesz, hiszen azt szeretné, ha a fókusz a két színészen lenne. Nem szabad azt hinnünk, hogy megbuktuk. Talán nem volt bennünk több. Katkó Ferenc kiemelte, nem szokványos szerelmi történetet visznek a színpadra, hanem a válás utáni 10 évet öleli fel a darab. Aki ezt megnézi, az biztos, hogy elgondolkodik azon, hogy egy párkapcsolat rengeteg kompromisszumon alapul. Tehát, hogyha nem kötünk kompromisszumokat egymással egy kapcsolatban, akkor az még nem is muszáj, hogy házasság legyen. Tehát akkor egyszer az kipukkad. Tehát elmegyünk, elhidegülünk, nem értjük meg a másikat. A Váratlan Találkozások című darab premierjét november 9-én 19 órától tartják a Békés Csabai Jókai Színház stúdió színpadján. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!